nagyon boldog vagyok a továbbjutás miatt, így meg különösen, hogy a végén 11-eseknél egyet tudtam védeni. Igazi csapatmunka volt, hiszen a 90 perc alatt azért voltak lehetőségeink arra, hogy eldöntsük a mérkőzést, azonban az Újpest is veszélyes volt. A 2x15 perc hosszabbításban azonban ott már kicsit biztonsági játék folyt, mindenki már a büntető párbajt várta, hála Isten, mi kerültünk ki győztesként. Én személy szerint valahogy megéreztem, hogy büntetők lesznek, és már a hét elején szóltam néhány csapattársamnak, hogy minden egyes edzés végén 10-15-11-est rúgjanak, hát hála Isten azért a gyakorlásnak meg lett az eredménye. Igazából úgy fogtuk fel az egész Magyar Kupát, hogy 6 döntőt kell megnyernünk ahhoz, hogy miénk legyen a Magyar Kupa. 3-on már túl vagyunk, nehéz csapatok ellen játszottunk, de még mindig csak a 8 között vagyunk. Én személy szerint örülök a Debrecennel, hiszen játszós csapat, ami feküdhet nekünk. Vasárnap egy bajnoki mérkőzés vár ránk. Az Zalaegerszegnél van-e valami, amire úgy külön oda kell figyelni? Milyen csapatot tartjuk? Szerintem nagyon jó állapotban vannak fizikális értelemben. Képesek 90 percet végighajtani. Minden egyes párharcot meg kell nyernünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk, illetve gólt kell szereznünk ahhoz.